Hello, sziasztok, Ovon XDM 1041-es multiméter VS picike kapacitások ilyen, ez mondjuk egy 442 pikofarádos silver mica, és állítólag nem képes megmérni ezt. Sokan neves emberek tesztelték ezt a műszert, nekik küldte a Banggood meg az Ali, és nem képesek vele ilyen fél nanofarádokat mérni. Hát a műszer működéséből adódik, hogy ahogy te próbáltad mérni, úgy tényleg nem lehet. Hogy mondjuk így bekapcsolod a műszert, ugye ide, akárhova megnyomod, hogy kapacitást akarsz mérni, és főleg nem úgy, hogy autó range-be, de azt felejtsd is el, ugye tudod, hogy picikéket mérsz, eleve a range-et, azt tudod, hogy 50 nano alatt, de te így se tudod megmérni, idáig eljutottál. Na most ezek szilvermikák, szóval pontosak is, olyan 440 450 pico falát 1 442, szóval ez egy elég pontos valami, hát a műszernek a pontosságánál pontosabb, és akkor ugye így rá szoktad tenni, vagy a körmödhöz fogod, régi, jó bevált módszer, csak én ezt így most egy kézzel nehezen tudom neked megmutatni, és így szoktál mérni vele, és így nem méri meg, ugye mindjárt megmutatom, hogy hogy méri meg, mert így nem méri meg tényleg, nem méri meg. Azt mondod, nem méri meg, és mész tovább a tesztbe, hogy nem méri meg. De megméri, megmutatom, hogy hogyan kell. Annyit kell csinálni, hogy így egyrészt nem egymás mellett futnak ezek a kettő vezeték, megnyomod a rel gombot, ugye, mondod neki, hogy ez a nulla. És onnétok kezdve ő nem fog autorelekbe belefutni, mert ugye mit csinál a műszer? Ha nem nyomod be, hogy rel, akkor kapacitásmérésben ő autórelve van folyamatosan, és a picike ilyen egy nanofalátokat azokat kikompenzálgatja. Szóval bent van ő, és most teszed rá a kapacitásodat, és láss csodát, meg is mérte neked, micsoda véletlen. És ehhez a 420 pikóhoz, ha hozzáadod azt, amit így látsz, ezt a 20 pikót, akkor mennyit is kapsz? 440 pikót. Úgyhogy még azt is lehet mondani, hogy pontos volt, amíg fogtam. De, de megméri, erre akartam rávilágítani, hogy így nem méri meg Erelloffal, az tény, mert ahányszor látod, hogy villan egyet a frissítés, annyiszor ő ezt kikompenzálja nullának. Most közben te ráteszel ide fél nanofaládot, azt hiszi, hogy a vezetéket összefogtad, érted? És azt kikompenzálja, mert ez egy multiméter, ez nem egy ESR mérő, ami rövid vezetékekkel méri a kapacitást. Még egyszer mutatom, rel on, vársz egy picit, és utána teszed rá. És képes megmérni a 440-et, 420-nak, de ugye így sikerült neki a kinullázása, hogy ezt ad hozzá, ez körülbelül pontos. Hát iratkozzatok fel, hogy nem maradjatok le semmiről, így kell az ovonnal kapacitást mérni, ha pici a kapat. Sziasztok!